Denis Holzer bíró úr elnökletével a meghallgatás kezdetét veszi. Foglaljanak helyet. Hozzászólások a megadott sorrendben. A vádlott azon kérése, hogy időlegesen szabadlábra helyezzük, mert részt kíván venni leánya esküvőjén. Teljes képtelenség. Mr. Sacrimoni a szervezett bűnözés egyik vezető alakja, súlyos bűncselekmények elkövetése miatt áll őrizet alatt. Jegygyűrűt látok az ujján, Mrs. Sloan. Édesapja volt az esküvőjén? Őt nem tartóztatták le gyilkosság és egyéb bűncselekmények elkövetése miatt. Mr. Sacrimoni! Kérelmét a bíróság jóvá hagyja. A következő megkötésekkel... Csendet! 6 óra időtartamra kap eltávozást, hogy részt vegyen a templomi szertartáson és a vacsorán. A teljes 6 óra időtartam alatt ön 2 rendőrbíró felügyelete alatt áll. Az ezzel kapcsolatos költségeket, mint a szállítás, a rendőrbírók jelenléte és a fémdetektorok használata a kérelmező köteles az államnak megtéríteni. Eltávozása alatt nem fogyaszthat alkoholt, nem vehet be gyógyszert és nem használhat drogot. Megértette a feltételeket és elfogadja őket? Igen, bíró úr. És köszönöm. Angelo, bácsinkádat a 19-es asztalhoz? Miért? Konékkal ül egy asztalnál. És mit szól, ha meglátja Laurent meg a Haiti bikáját? Neked nem tűnt fel? 400 emberről van szó, nem figyelhetek mindenre. Én meg csak mereztem a hátsómat, mi? Ezek itt utálják egymást. Ők sem ülhetnek együtt. Nyugodj meg, drágám, semmi baj. Te akartál ekkora esküvőt. Kíméld meg a nővéredet a megjegyzéseitől, jó? Ne haragudj, hogy méregbe gurultam. Családi összefogással, emelt fővel oldjuk meg a problémákat, nem törődve a nehézségekkel, akadályokkal, és a családhoz most már Erik is hozzátartozik. Köszönöm, John. Hogy mondtad? Köszönöm, apa. Na. De. Igen. De meg nyugodj meg. Jó. Egyél rendesen. Jó. Te is. Én? Dehogy eszem. Már csak 5 kilót kell lefogynom, hogy kényelmes legyen az új ruhám. Lehet ebben a családban valami másról is beszélni, vagy mindig csak az ennivalóról?